Ami a szívből jön, a végtelenségből jön. Ami a végtelenségből jön, az mindenkinek a kincse. A szív művei halhatatlanok. Ezek Gárdonyi Géza szavai, és most az ő halálának 100. évfordulójára emlékezünk egy különleges gasztronómiai utazással. Annyit tudunk Gárdonyiról, hogy a gyomra az nem volt egy tökéletes, nyilván, hogy nem ehetett nehéz ételeket. Vinkó Józsefnek a könyvéből merítettem azokat a gondolatokat, hogy mennyire ragaszkodott, illetve szerette a halat, és ugye a tiszta forrású sebes patakokban a pisztráng volt, és így került úgymond az ő asztalára is, és a mi tányérunkba is a pisztráng. Elindult egy kisebb nyomozás, hogy Gárdonyi milyen ételeket szeretett andó, és felvetődött az, hogy egy párolt pisztráng burgonyával volt elméletileg az ő kedvenc halétele. Hát azért vagyunk itt a szenátorházban, hogy akkor ennek most tényleg a végére járjunk, és majdnem egy ahhoz közelítő ételt fogunk készíteni, tehát annak a feldolgozását Gábor séf fog nekünk ebben segíteni. Mi az elképzelésed ezzel kapcsolatban? Hát ez egy fehérborban párolt halfilé. Kétféle hallal is készültem, egyik egy sima pisztráng filé, a másik pedig egy lazac pisztráng. Én most a lazac pisztrángot fogom elkészíteni ennek a műsornak a keretén belül. Az eredeténél, amikor itt volt a séta, akkor egészben volt a hal, akkor a sütőben készítettük el, zárt hőben pároltuk fehérborral, sóval, borssal fűszereztük. Most filében fogom elkészíteni serpenyőben, hogy a tévénézők is nagyobb betekintést tudjanak nyerni az étel elkészültébe, meg egyszerűség kedvéért ez így jobb lesz. Teljesen profi a bemutatás, úgyhogy akkor lássuk is hozzá. A hagyomány, ami itt az Egerpatakhoz köthető, ugye a békával, a békacombbal, meg a hallak, a pisztránggal kapcsolatban is, ugye az elég jelentős, mert régen rengeteget fogyasztottak halat is, meg ugye a békacombot. Először is serpenyőben meg fogom sütni egy picikét a halnak a bőrét, majd egy másik serpenyőbe áteszem, és abba fogom megpárolni, bőrrel fölfelé. Besegítek itt a Jaj, de jó. Az olvasztásba. Közben a burgonyát. A burgonyát azt előre megpároltam egy picikét. Egy kis sóra. A pisztrángot megsózzuk. Kicsit a krumplira is szórunk. Pici bors. Közben egy kis bor. Milyen bort választottam? Most egy kis csillagot választottam volna. Akkor ezt itt lassú tűzön pároljuk. Közben elkészítjük a mártást. Ez egy besamel mártás, egy ilyen fehérboros besamel mártás lesz majd, amihez a végén, legvégén tojássárgáját fogunk adni. Ehhez is adunk kis sót, pici borsot. A vajat felhevítettük, habzásig hozzáadtuk a lisztet. Benne van a sóbors. Tejjel felengedjük. Pici szerecsendiút adunk hozzá. Közben a burgonyánk is lassan elkészül. A hal is megpárolódik. És hogy így elkészült a mártásunk, tojássárgáját belekeverjük a mártásba, ezzel viszont már nem forraljuk, nem főzzük, csak elkeverjük, és így forrón fogjuk majd tálalni az étel mellé. És akkor Ő lenne az étel, ami elkészült, és remélhetőleg Gárdonyinak tetszene az újrafeldolgozott verziója is ennek az ételnek. Hát akinek van kedve, azt megkóstolhatja nálatok? Tehát elkészítitek már az ételt? Hát ha esetleg előre rendelnek, akkor nagyon szívesen elkészítem, de az étlapon nem tartalmaznak. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor mindenféleképpen jelezni kell akkor a szenátorháznak. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Elérkeztünk a desszert készítéséhez, ami egy ilyen érdekes módon a neve is hordozza, Gárdonyi torta lesz. Nagy öröm volt, hogy megkértek ennek a tortának az elkészítésére, és elmondták, hogy milyen alapanyagok voltak a kedvence Gárdonyinak, és akkor tulajdonképpen a csokoládé, megy, túrú is ezekből az alapanyagokból
Végülis nem volt olyan nehéz összeállítani ezt a tortát. Ezekkel jól lehet dolgozni, nem? Tehát a túrót az sokan szeretik, a megy az gyakorlatilag, ki a fekete erdő és szereti, és mindegyik megy egymáshoz, tehát ezt oda-vissza lehet kombinálni szerintem ezt a három alapanyagot, vagy íz tulajdonképpen. Ahogy látom, van már itt két csokoládé, kakaós piskótánk. Már ki is ült, és akkor az ilyen zand nehéz felvert. A nehéz felvert az nem az a klasszikus piskóta, amit általában megszoktunk, hanem ez egy jóval tömörebb. Ez egy kicsit sűrűbb a csokoládé, igen. Még a kakaó miatt tulajdonképpen. Igen. És olaj is van benne. Nézem ezt a kis karikácskát, ami segít nekünk a formájának a megtartásában. Ez ilyen fahéjas tulajdonképpen kis szegfűszeggel, vaníliával, cukorral, igen, van lefűzve, igen. Egy pici keményítő van benne azért, hogy tulajdonképpen a tortát későbbiekben is könnyen lehessen szeletelni. Most csináljuk bele a túrót. Túró. Túró. Cukor. Citrom. Benne volt a héja is, bele volt reszelve. Majd egy kis titok. Ez az én titkom. Egy kis méz. Az egy kicsit ez jelensúly azzal a citromot. Igen, igen. Látod, mert tejszínhab, és akkor túróval. Jól összedolgozva. Még egy ilyen meggyes réteg, amit kicsit ráhűtöttünk, sokkoltuk. A csokoládékrémet meg úgy csináljuk, hogy vaj, tejszín és cukor. Vaj, tejszín, cukor. Ilyen sok kakaó természetesen. Ez jó étcsokoládé, igaz? Igen. Összekeverjük a tejszínnel. A másik titok, ez egy kis rumocska. Minden tejszínes tortánál valamilyen fixálót használunk, és mi egy természetes alapanyagot használunk, így a zselatint használjuk mi. Beteszem a hűtőbe. Tulajdonképpen akkor így áll össze a tortának a struktúrája. Uh-huh. És a tetejét még egy csokival így szépen glazingnek hívják, az amíg bevonjuk, ne száradjon a sütemény. Ez most elkészült, ez nagyon szép lett, kis mutatós, mindenkinek további szép napot és kóstolni finom desszertet. Az emlékezés borával, az összefogás borával a kezemben köszöntöm most a nézőket itt a Receptúra különleges kiadásában. Gál Lajos, az egri Pikavér Borlóhagland örökös nagymestere címe birtokában. Azt mondta beszédében, hogy Gárdonyi Géza egy igazi marketinges volt az egri bor illetően. Ezt kicsit fejtsük ki, mert még rátérünk a borra. Hát pontosabban azt mondtam, hogy Gárdonyi Géza volt Egernek, nem csak az egri bornak, hanem Egernek a legjobb marketingese. Hogyha nem írta volna meg a nagy regényét, akkor is tudnánk nyilvánvalóan, és tanítanák az 1552-es várostomot a történelembe, de így sokkal többen ismerik, és sokkal mélyebben, sokkal többet tudnak Egerről,
és mindenkinek eger, mint a hazaszeretet egyik jelképe marad meg a lelkében, szívében, és ezáltal sokkal könnyebb bármilyen egrit, főleg, hogyha még elérjük, hogy csillog, mondjuk úgy az emberek tudatába bejutatni, hogy van egy ilyen bor és egy egri csillog. Ha végignézünk ezen a palackon, akkor egyrészt azt látjuk, hogy ez egy nagyon nagy munka eredménye. Egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan történt maga az összeállítás, a tervezés, hogy ez tényleg egy ilyen gyönyörű, igazán egyedi limitált kiadású bor lehessen. Hát akkor add legyen át egy pillanatra. Egyrészt nagyon fontos a külcsín, de legfontosabb a belbecs ebben az esetben. A gondolat az a borlovagrendünk társelnökétől született, majd a helyközségi tanács mellé állt, hogy legyen egy ilyen összefogás bora, közös bor, legyen egy egri csillag és egy egri bikavér. És amikor összeültünk a borlovagrendbe, eldöntöttük, hogy nem túl sokat, de a legjobbat próbáljuk elkészíteni, ami éppen ebben a pillanatban az 2021-es évjáratból házasítható. És hát a borlovagrend tagjai, borász tagjai a felajánlások alapján 21 bort ajánlottak ezeknek a boroknak, Grand Superior minőségűeknek kellett lenni. Tehát ez nagyon komoly, legszigorúbb korlátozások, minőségi korlátozások mellett készült borok, és ezekből a borászok, szándékosan több eszámban beszélek, és harmadik szemében, a borászok választották ki azokat a borokat első lépcsőben, amiből aztán házasították a legjobbat. Minden megtalálható egy csillagnál lehetőleg jobb legyen, legyen divatos, fiatalos, komoly savtartalmat bírjon. Lehessen érezni, hogy érlelték is fahordóban, de ne legyen túlságosan fahordós, elegáns illata legyen, hosszú és gazdag íze legyen, tele gyümölcse és néhány fűszer aroma sem árt, hogyha van benne. Ez volt a tervezés, és úgy tűnik, hogy sikerült. Ez a nagyszerű borhoz kellett palack. Hát adva volt a közös palack, az Eger 1552-es palack. A tervezést azt Ipas Géza végezte. Hozzá kell tenni, hogy az összefogásnak az a lényege, hogy nem beszélünk és nem tudhatjuk, hogy kik voltak, akik ezeket a borokat adták, mennyit adtak. Hiszen nem csak ők vettek részt az összefogásban, hanem akik ezzel szálltak be, hiszen sok mindenre szükség van, és nagyon fontos az, hogy a dugót támogatásként kaptuk, a palackot támogatásként kaptuk, magát a címkének a tervezését, a címkének a kivitelezését. Én úgy gondolom, hogy az az összefogás, ami aztán még nagyobbá vált, társadalmasítva lett, nem csak a borászok, bortermelők, borlovagok körében, hanem a bárki a városból, nem csak a városból, Magyarországból részt vett ebben az összefogásban, Egri Borvidék Helyközségi Tanács számlájára utalhat adományként pénzt, ugyanis ami összegyűlik majd, a költségek, azért vannak költségek levonása után, az megosztódik egyrészt a Gárdonyi Ház felújítására, és nagy öröm számomra, hogy éppen itt vagyunk, és a gyönyörű régi könyvek előtt, amit Gárdonyi is olvasott, tudunk erről borról beszélni, a Gárdonyi Ház felújítására, másrészt pedig a Egri Borvidék egri borainak a marketingjére fog szolgálni. Köszönjük szépen! Köszönöm. Thank you.
legyek én, maradjak kreatív séf, vagy próbálják meg vele bújni Dobó István bőrébe, nézzem szúrós szemmel a messzeséget, vagy legyek olyan kreatív feltaláló, mint Bornemisza Gergely, vagy egy olyan író, mint Gárdonyi Géza. Az biztos, hogy megpróbálom ezt a sok mindent megörökíteni, elmenteni magamban, és átadni a gyermekeimnek. Kívánom ezt öröknek is, remélem legközelebb is velünk tartanak.